Kopár István szólóvitorlázó 263 nap alatt a Föld körül című vetített képes élménybeszámolójára várták az érdeklődőket a Múzeumbarátkör szeptember 27-i találkozóján. 1968-ban indult az első kikötés nélküli szólóvitorlás földkerülő verseny, amelyen 9 induló volt és mindössze egy versenyző ért célba. 50 évvel később, 2018-ban a verseny felé lett, és a rajtnál egy 65 éves magyar hajós is ott állt, hogy megmérettesse magát a sporttörténet leghosszabb versenyén. A részvétel szigorú szabályokhoz volt kötve, csak 1988 előtt tervezett, 10-12 méteres hajókkal lehetett részt venni. A szólóvitorlások útjukon csak az egykori verseny idején ismert technikai eszközöket használhatták, tehát nem volt náluk modern navigációs eszköz és internet sem. Minden lehetett a hajón, ami 1968-ban volt, és semmi nem lehetett olyan, ami később. Tehát visszamentünk 50 évet technikában, technológiában, tehát egy digitális órát például nem vihettem magammal. Nem volt természetesen robotkormány, GPS, vízkészítő, ami talán a legfontosabb, mert régi hajókkal mentünk, tehát nem ezekkel a mai száguldógépekkel, akik gyakorlatilag 3 hónapon belül megkerülik a Földet, hanem mi már tudtuk, hogy ez minimum 9-10 hónap lesz, és hát ilyen hosszú időtartalomra nem tudunk vizet készletezni, tehát a jó Isten az esőre voltunk utalva. A Golden Globe Race 2018-as földkerülő szólóvitorlás verseny 18 indulóból csupán 5-en teljesítették. 2018-ban 18-an rajtoltunk el Franciaország, Biscay öbölben, Le Sablé-d'Olonne-ban, és 13 nemzetből, és összesen 5-en futottunk be. Tehát végül is az első Golden Globe-hoz képest nem rossz az arány, ráadásul itt nem halt meg senki, viszont 13 hajó nem csak hogy kiállt, hanem sokakat menteni kellett. Az egyik az indiai versenyző gerincsérüléssel, szerencsére időben jutott kórházba és orvosi kezekbe, úgyhogy nem maradt maradandó károsodás. Hatalmas viharok, 110-130 km/órás szél, 10 méteres hullámok, magány, küzdelem, szomjúság, éhség, kiszáradás veszélye. A szóló földkerülő vitorlás versenyen 2019. március 21-én, 263 nap után negyedikként beérkező Kopár Istvánnak ezekkel is szembe kellett nézni. Tulajdonképpen szerencse a szerencsétlenségben, hogy nagyon sok technikai problémám volt, ezt persze mindig tudjuk, kövesd a pénzt, tehát a költségvetés nem volt, szűkös volt, finoman szólva, és ennek megfelelően van egy úgynevezett szélkormány, ami lehetővé teszi, hogy a vitorlázó gyakorlatilag tudjon pihenni, navigálni, főzni, stb. Tehát tudjon mást is tenni, mint csak a kormánykeréknél állni. Ez egy nagyon fontos elem. Ez volt már 1968-ban, és ez már a 30-as évektől használják a vitorlázók, de nekem ezzel nagyon sok gondom volt, úgyhogy nagyon sokáig, nagyon hosszan, tartósan kézzel kellett kormányoznom, ami nyilván rontja az ember versenyző képességét, mert hiszen akkor nem tudok rádiózni, nem tudok navigálni, nem tudok pihenni, és így tovább, vagyis legalábbis kevesebbet. Úgyhogy a folyamatos javítás az, hogy folyamatosan mindig szereltem valamit, viszont abban segít, hogy az ember nem kezd el önmagával foglalkozni, hogy honvágy, vagy a család, vagy tehát állandóan arra kell fókuszálni, hogy életben maradjak és haladjak, és lehetőleg versenyben maradjak. A verseny kiírásnak eleget téve régi elhagyatott hajókat épített újjá. Puffin nevű hajóján közel 3 évig dolgozott, hogy versenyképessé tegye. Az indiai, majd a csendes óceánon kifejezetten veszélyes körülmények között vitorláztak. Kopár Istvánnak nem mindig volt kapcsolata a világgal, mert a rövid hullámú rádiója csak vett, de adni nem tudott. A bajt még tetézte, hogy szélkormánya kétszer is eltört. A verseny rendezőséggel tarthattunk heti egy alkalommal egy ilyen 10-15 perces beszélgetést ezen a műholdas telefonon, de egyébként maguk a családtagok, illetőleg a követők a hajókat követhették interneten, mert minden hajóba be volt szerelve egy nyomkövető, tehát az emberek nagy részénél már rutin szokásá vált, hogy reggel, mikor fölkeltek, oké, megyek az internetre, és megnézem, hogy az én kedvencem éppen hol áll a mezőnybe. Úgyhogy
vizuálisan ők látták, hogy a hajó hol van, sőt, őt látták azt is, hogy mi éppen egy viharcentrum vagy egy szélcsendes zóna felé haladunk, csak mi nem láttunk semmit, mert nekünk ezek a készülékek, hogy mondjam, le voltak butítva, tehát mi nem fértünk ehhez az információhoz. Pontosabban volt rövid hullámú rádió használat, de én az Indiai-óceánon az első 3 hónap harmadik hónapba felborultam, amikor a rádióm úgy elázott, hogy működés pontosabban adásképtelenné vált, és vételi oldalon csak egy frekvenciát tudtam használni, tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen értelemben én voltam legközelebb az 1968-as versenyhez, mert a rádió is csak nagyon limitáltan állt rendelkezésre. Mint mondta, volt, hogy felborult és telefolyt a hajója vízzel, mivel nem lehetett megfelelően szellőztetni, a hajó penészesedett. Ennek következtében István körmei, tüdeje, illetve nyirokrendszere is megfertőződött. Az igazán drámai eset, mint mondta, mégis az volt, amikor a hajó part közelbe ért, hiszen végzetes hiba lehet egy esetleges zátony. Jelenleg a világon, amióta hajózás van, összesen 10 ember kerülte meg a Földet, egyedül, kikötés nélkül, csak a csillagászati navigációval. Ebben 5. a ma már 68 éves Kopár István. Különösen a vitorlázók, akik követték, tudják, hogy én voltam a verseny győztese, mert én tartottam be a versenyszabályokat, ugyanis kiderült az utólag a ház első 3-ról, hogy rádión olyan információkat kaptak, ami logisztikailag segítette az ő eredményességüket, elkerülhették a szélcsendes részeket, illetőleg tudták pontosan, hogy hol vannak a viharközpontok, de végül is, ha azt nézzük, hogy említettem, hogy nem azonos hajók, tehát különböző sebességű hajókról volt szó, az én hajom volt az egész mezőnyben a leglassabb hajó. Ehhez képest a 4. helyezés, azt gondolom, hogy különösen azt nézem, hogy mennyi technikai problémám volt, elégedett vagyok. Óceáni szólóvitorlázáskor a sporthajózás amúgy is szélsőséges körülményei igen komoly mentális kihívásokkal is párosulnak, így kifejezetten extrém sportnak tekinthető. Minden egyes földkerülésem vagy óceáni akcióm az mindig egyfajta, hogy mondjam, mentőcsónak számomra, tehát ilyenkor építem újra magam, amikor egy szárazföldi projekt tönkre megy, akkor megpróbálom az önbizalmamat helyreállítani. Most el vagyok temetkezve itthon egy jó pár szárazföldi projektből, ha azok zátonyra futnak, akkor jön a következő földkerülés. Mindig más egyébként, még hátra van a nyugati irányba történő.